Apartmanok, irodák és lakások új funkciót kap az egykori központi leánykollégium. Életveszélyes játék, Diósgyőri 10 emeletesek tetején ugrálnak miskolci fiatalok. Kétnapos rendezvény városszerte, augusztus 20-ára készül Miskolc. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc ma, a Miskolc Televízió híradója, már is jönnek a részletek. Vevőre talált az egykori központi leánykollégium. Az önkormányzat még tavasszal döntött úgy, hogy értékesíteni kezdi az évek óta üresen álló épületet. A belvárosi ingatlant a HEL csoporthoz tartozó Avalon Center Kft. Vásárolta meg. A vállalat célja, hogy a város tovább fejlődjön és minél több értéket tudjon felmutatni. A tervek szerint apartmanokat, irodákat és lakásokat alakítanak majd ki. A felújítás várhatóan év végén kezdődik majd. Ez lehet majd az apartman hotelnek a recepciós tere, és új funkciót kap ez a komoly belmagasságú, szép tér. Apartman hotel kerülhet kialakításra a volt Miskolci Központi Leánykollégiumban. Az épület folyosói és egykori szobái üresen állnak, a vakolat néhány helyen már leomlott és az ajtókat is kiszedték. Már csak nem egy évtizede kiürítették az épületet. A közgyűlés most tavasszal döntött úgy, hogy értékesíteni kezdi. A nyílt pályázat végül sikerrel zárult. A belvárosi ingatlant a HEL csoporthoz tartozó Avalon Center Kft. Vásárolta meg. A cég a volt kollégium felújítását tervezi, és céljuk, hogy Miskolc tovább fejlődjön. Azért döntöttünk úgy, hogy megvesszük, és felújítjuk, és vissza fogjuk adni Miskolc városának, mert szükséges olyan beruházóknak lenni ma Miskolcon, akik hiszik, hogy ennek a városnak van előre, és ezeket a szégyenfoltokat fel kell tudniuk számolni. Az Avalon Center Kft. Ügyvezetője hozzátette, már elkezdődött a csaknem 7000 négyzetméteres ingatlan koncepciójának tervezése. Arra fele pedig egy belső kert fog nyílni, a rejtett értékei a háznak. Az egykor szebb napokat látott épület a tervek szerint többek között irodaházként, lakóingatlanként funkcionál majd, és apartmanok is kialakításra kerülnek. Itt feljöttünk ugye most az épület első emeletére, ahol itt mint látják mögöttem, ahol régen lakhattak a kollégisták, valakinek lehet deja vu érzése lesz. Itt például úgy tervezzük, hogy apartman hotel fog épülni, ahol saját konyhával, vizesblokkal ellátott 30-40 négyzetméteres apartmanok fognak kialakulni. A cég a létesítményhez tartozó rendezvénytermet és konyhát is megvásárolta. Utóbbit csak 2024. júniusában vehetik birtokba. Veres Pál, polgármester híradónknak elmondta, hosszú évek óta tart már a leánykollégium kálváriája. Az új tulajdonossal azonban most megoldódhat egy évtizedes probléma, és újabb tájsebb tűnhet el a belvárosból. Voltak próbálkozások még a Covid előtt is, illetve többszöri nyílt pályázatban próbáltuk értékesíteni és új tartalmakat meghatározni ehhez az épülethez. Ami a belvárosban található, talán az egyik legértékesebb telken, és egy abszolút jobb sorsra érdemes épületről van szó. A leánykollégium felújítása a tervek szerint évvégén veszi majd kezdetét. Életveszélyes játékot üznek miskolci fiatalok. Hétfőn az egyik közösségi média felületre több olyan bejegyzés is felkerült, amiken Diósgyőri 10 emeletesek tetején szaladgáló és ugráló fiatalok láthatók. A környéken lakók felvételein jól kivehető, hogy egyik épületről a másikra ugranak át, és nem ritka az sem, hogy rollereket is felvisznek, vagy csak üldögélnek a tetőn. A Kuruc utcai 10 emeletesek között csupán 60-70 cm a távol. Ez csábíthatja a gyerekeket a kockázatos játékra. A 10 emeletesek tetején tartózkodni azonban veszélyes, ezért Miskolc alpolgármestere, aki a terület önkormányzati képviselője is, azonnal intézkedéseket tett. A balesetek megelőzése érdekében a rendészet és a gyermekjóléti alapellátás munkatársaival, illetve szociális segítőkkel is felvette a kapcsolatot. A gyerek jóléti alapellátásban dolgozó kollégák elindították azokat a
azokat a folyamatokat, amelyek szurulapkészítésről szólnak, a veszélyhelyzetre felhívják a figyelmét a szülőknek, elindult az előkészítése az iskola kezdéssel, a pedagógusok, illetve a szülők tájékoztatásának, hiszen ez egy nagyon veszélyes tendencia. Ha elindul egy ilyen folyamat, akkor ez nagyon gyorsan, szinte futótűzként képes terjedni, ezért nagyon fontos, hogy azonnal megállt parancsoljunk ennek. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra is, hogyha bárki fiatalokat észlel a tetőn, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, vagy akár a Miskolci Önkormányzati Rendészet ingyenesen hívható számát. Kétnapos rendezvénnyel készül a város augusztus 20-ára. Az ünnepi megemlékezések mellett lesznek koncertek, családi és gyermekprogramok is. Az Erzsébet téren ünnepi termelői nap, este pedig gasztroplac várja a miskolciakat. Az államalapítás évfordulóján a központi helyszín idén is a belváros lesz. A Városháza közleményben tájékoztatott, hogy a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági helyzet miatt idén sem lesz tűzijáték. A döntést az is indokolta, hogy az önkormányzat szeretne tekintettel lenni a környezet és az állatok védelmére, és mint írták, egy szomszédos országban dúló háború idején egyébként sem ízléses rakéták fellövésével ünnepelni. Augusztus 19-én a Bükkiborok napjával indul az államalapítás ünnepe Miskolcon. Ezzel veszi kezdetét a kétnapos programsorozat. A gasztronómiai rendezvényt a Kulturális Központ szervezi. Szombaton a Városház téren egyrészt Bükkiborok napja lesz, másrészt pedig már rögtön zenés programmal, 17 óra 30-tól zenés programmal várják az idelátogatókat, és Miskolc polgármesterének bora is ekkor kerül kihirdetésre, vagyis az eredmények ekkor kerülnek kihirdetésre. És hát utána egész estig programokkal várják a Városház térre kilátogatókat. Augusztus 20-án reggel 9 órakor felvonják a nemzeti lobogót a Népkerti országzászlónál. 10 órától pedig Felsőhámorban a Szent István szobornál folytatódik a koszorúzással egybekötött megemlékezés. Itt Varga Andrea alpolgármester mond ünnepi beszédet. A családi programok központi helyszíne idén is a belváros lesz. Az Erzsébet téren 9-től 13 óráig ünnepi termelői nap lesz. 11 órától Ács Gyula népművész gondoskodik a jó hangulatról, este 6-tól pedig ugyanitt ünnepi gasztroplac lesz egészen éjfélig. A Városház tére várja a gyerekeket 13:30-tól a Helikopter együttes, 14:30-tól az Aranykapu Bárszínház, és itt lesz a retró mesezenekar is. Délután a többi közt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterségbemutatójával, a számadó zenekarral, ünnepi kenyérárusítással, gasztronómiai és kézműves vásárral is várják az érdeklődőket. Aztán jön a Színvavölgyi Néptáncműhely, és 18 órától kezdődik az ünnepi műsor, amikor is az ünnepi menet a Városházától az aratókoszorúval a Szent István térre érkezik. Itt ünnepi beszédet mond Miskolc megyei jogú város polgármestere Veres Pál, és természetesen az új kenyér megáldása is megtörténik a történelmi egyházak közreműködésével. Lesznek itt 10 zenés programok, az Attila Fiai Társulat és a Grund Vígszínházi Fiúzenekar lép majd fel. Idén nem lesz központi tűzijáték, az önkormányzat ugyanis nem költ pirotechnikára. Közleményükben azt írták, felelőtlen döntés lenne a miskolciak adóforintjainak millióit erre a célra pazarolni. A pénzt inkább olyan célokra fordítják, amelyek a város üzemeltetését és a miskolciak közvetlen érdekeit szolgálják. A döntést még azzal is indokolták, hogy az önkormányzat tekintettel van a környezet és az állatok védelmére, valamint egy szomszédos országban dúló háború idején egyébként sem ízléses rakéták fellövésével ünnepelni. Újra tud járni az áramütés túlélt gólya, és a múlt héten egy sas életét is sikerült megmenteni a máji madármentőknek. A gólyafiókát július végén Vistelepülésen érte 22 ezer voltos áramütés. A jobb szárnyáról leégtek a tollak és a szövetei is károsodtak. Mostanra úgy néz ki, hogy a szárnyát is sikerült megmenteni, és már sétálgat is a gólya.
A múlt héten egy parlagisast is sikerült megmenteni, őt a Hortobágyi Madárkórházban látják el. Lehóczki Krisztián, a Máji Természetvédelmi Egyesület elnöke a nap 24 órájában folyamatosan szolgálatban van. Jelenleg csak nem 200 madárról, mókusról, bagolyról és kisemlősről gondoskodnak. Egy miskolci fészekalj volt egy lehetetlen helyen, egy belvárosi helyen, lényegében egy 50x100 méteres zöld területen volt a fészek, ott elkeveredett, nagyon lerobbant állapotban érkezett hozzánk. Ez a kis füles kuvik nemrég érkezett a máji madármentőkhöz. Azóta már a tollai is kinőttek, csak arra vár, hogy újra szabad lehessen. De nem ő az egyetlen pórul járt madár. Ez a fehér gólya áramütést szenvedett július végén. A baloldali szárnya és lába sérült súlyosan, vistelepülésről szállították az Akteleki Nemzeti Park munkatársai a máji madármentőkhöz. 22 ezer voltos áramütés érte középfeszültségi oszlopon, ráesett a vezetékekre, ugye ő már gyakorolt, tehát ő már repülős madár volt, elvétette, ráesett a vezetékekre, emiatt a lába, illetve a szárnya súlyosan megégett. Ez azt jelenti, hogy hatalmas nagy égések voltak a szárnyán, nem tudott felállni, nem tudott járni, nem tudott enni így, nem tudott inni, tehát 6 napig azért küzdöttünk, hogy őt egyáltalán fel tudjuk állítani ebből az állapotból. Lehóczki Krisztián a közösségi oldalon osztotta meg, hogyan gondozta, kezelte, tornáztatta és tanította újra járni a gólyát. Augusztus elején ismét egy videót tett közzé az állatról. Látszik, hogy lényegesen javult az állapota, már önállóan sétált az udvaron. Mára pedig a szárnyáról is leesett a var, és mintha semmi baja nem lett volna, úgy járkál. Ebben az állapotban azonban még nem lehet szabadon engedni. A telet ezért májiban tölti majd, és tavasszal térhet vissza a természetbe. Tavaly 54, idén pedig 27 fehér gólyát engedtek gyógyultan szabadon az állomásról. A gólyák nyáron gyakori vendégek, de más fajok is segítségre szorulnak. A múlt héten is érkezett egy telefonhívás a madármentőkhöz. Egy nagyméretű madár viselkedésére lett figyelmes egy Kerecsent határában közlekedő autós. Kiszállt, már akkor sem nagyon menekült ez a madár, csinált róla egy-két fotót, felhívott, hogy Krisztián, van itt egy valószínű fiatal réti sas, de hogy nézzek már rá. Küldött egy képet, és akkor lehetett látni, hogy ez nem egy fiatal réti sas, hanem egy fiatal parlagi sas. Megkértük, hogy maradjon már ott a helyszínen, de jelezte felénk, hogy dolga van, nem tudott maradni, azonnal autóba ültünk, kimentünk a megbeszélt helyszínre. Közben ő visszahívott minket, hogy lefújta a programját, és ő is inkább visszajött a sasmentéshez. A sasmentését is közösségi oldalon osztotta meg Lehóczki Krisztián. Ezen látható a befogás pillanata. A legyengült állat szinte összeesett, de semmilyen sérülést nem láttak rajta, ezért a Hortobágyi Madárkórházba szállították. Ott megröngenezték, ellátták és megállapították, hogy a szíve mellett egy folt van, ami valamilyen tüdőbetegségre utal. A sas a madárkórházban maradt további ellátásra. Elindult az online jegyértékesítés a Miskolci állatkertben. A Vadaspark honlapján most már akár otthonról vagy az állatkert felé utazva is meg lehet váltani a jegyeket, amelyek a vásárlástól számított 365 napon belül felhasználhatók. Ezzel az intézkedéssel is szeretnék a látogatók komfortérzetét javítani, hiszen egy-egy forgalmas napon így elkerülhető a sorban állás a pénztárnál, tájékoztatott az állatkert gyűjteményi vezetője. Így például augusztus 20-án az állatkert születésnapján, vagy augusztus 25-én az állatkertek éjszakáján is érdemes online vásárolt jeggyel érkezni. Augusztus 9-én szerdán megkezdte felkészülését a következő kosárlabda szezonra a DVTK Hunterm. A Völgyi Péter vezetőedző által elgondolt munka már nagy tempóban megy, hiszen a tervek szerint a sok tréning a hazai és nemzetközi felkészülési találkozó után szeptember 20-án már az első tétmérkőzés, az első Euroliga selejtező vár a csapatra Londonban.
Nagy lendülettel, remek hangulatban végzi edzéseit az élvonalbeli kosárlabda bajnokság rajtjára készülő Diósgyőri együttes. Több utánpótláskorú és felnőtt válogatott játékos is pattogtatta a labdát a meglehetősen intenzív tréningen, hiszen az a remek állóképesség, ami jellemezte az elmúlt szezonban a DVTK-t, és ami több fontos mérkőzés végjátékában győzelmet hozott a csapatnak, a 2023-24-es szezonban is nagyon fontos, hogy meglegyen. A munka tehát már gőzerővel zajlik a DVTK arénában, az a munka, aminek ritmusa a csapat vezetőedzője szerint felborult azzal, hogy nem jutott be rögtön az Euroliga főtáblájára a csapat, hanem még selejtezőt kell játszaniuk a csoportkörért. Én bízom benne, hogy a hátralévő 5,5 hét az elegendő lesz arra, hogy tényleg maximálisan felkészüljünk az Euroliga selejtezőre. Aztán egy olaszországi felkészülési torna, ahol a Skio megkívásának teszünk eleget, illetve köszönjük nekik, és odautazunk el, két mérkőzést játszunk, illetve a Ruzsonvárok ellen hazai pályán, és ezen felül még mindenképpen szeretnénk két edzőmérkőzést, de erős csapat ellen, hogy mindenképpen legyen értelme. A DVTK egyik újonca, a magyar válogatottban is remek produkciót bemutató Lelik Réka is ott volt természetesen a tréningen, és megtudtuk tőle, a nyári szünetet szereti arra használni a pihenés mellett, hogy megfelelő szintre hozza magát fizikálisan a szezon rajtra. Nyilván az első célom most, hogy minél hamarabb beépüljek a csapatba, és felvegyem ezt a fajta mentalitást és felfogást, amit a Diósgyőri csapat képvisel már lassan évek óta. Utána pedig az Euroliga selejtezőben pedig nyilván szeretnénk győzelmet szerezni, ezt mondhatom szerintem a csapat nevében is, ez nem csak egyéni cél, de szeretnénk nagyon Euroligába játszani, hogyha ez nem jön össze, akkor pedig Európa Kupa döntő. Komoly gondolatok egy komoly célokért küzdő együttes játékosától. Amennyiben mindezek mellé odaillesztjük azt is, hogy az új szezonban csak 10 csapat szerepel az élvonalban, ez kevesebb mérkőzést jelent, de a változó szabályok miatt hosszabb lesz a rájátszás, és sokkal kiegyenlítettebb erőviszonyok jellemzik majd a női kosárlabda NB1-et. Csak elvétve zavarhatják gomoly felhők a napsütést, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, friss hírekkel legközelebb szerdán este 6 órakor jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!